Üdvözlöm Önöket a Space-ben! Témánk olyasmi, ami bár mindenki életében jelen van, nem sokat gondolkozunk rajta. A legnagyobb sziklás bolygó a naprendszerben egy igazán különleges hely. Lássuk, milyen planéta tulajdonképpen a Föld. Erről van szó, egy 4,5 milliárd éves szikla, nagyjából 150 millió kilométerre a Naptól. Az egyetlen általunk ismert bolygó, amelyen élet lehetséges. A naprendszeren belül pedig egészen biztosan egyedülálló. A Föld egy különleges égitest, itt látható mögöttem. Lenyűgöző bolygó. A felszín 70%-át víz fedi. Vannak nagy földtömegek, amelyek lassan mozognak. Van oxigénben, nitrogénben, vízgőzben gazdag légkör. Ezek mindegyikére szükség van ahhoz, hogy az élet fennmaradhasson egy ilyen bolygón. A Föld felületén, mondjuk itt Rómában is sok minden emlékeztet arra, hogy a folyékony víz mennyire fontos. A Marssal vagy a Vénusszal ellentétben a Földön a hőmérséklet és a légköri nyomás is megfelelő ahhoz, hogy folyékony víz legyen a felszínen. De folyik az a felszín alatt is. Itt a Villa Medici alatt van az egyetlen vízvezeték, amit a római kor óta folyamatosan használnak. Ez az Aqua Virgo vízvezeték, amely az időszámításunk szerinti első század óta a várostellátó egyik legfontosabb vízvezeték volt. A felszínen folyó víz nélkülözhetetlen az élethez. A felszín alatti vizeknek viszont a geológiai szerkezet alakulásában vannak elévülhetetlen érdemeik. A magma kialakulásának nagyon fontos összetevője a víz, ahogy fontos szerepet játszik a kőzetek formájának alakításában, legyen szó vulkanikus, metamorf vagy üledékes kőzetekről. Ilyen módon nagyon fontos volt a Föld bolygó fejlődése szempontjából. Rómát gyakran nevezik az örök városnak. Ősi műemlékei azt az érzetet keltik, mintha örökké ott állnának. Ugyanakkor ezek a kövek valaha olvadt sziklaként áramlottak a Föld kéreg alatt. Róma nagy részt vulkanikus sziklából épült. A hét domb is ebből a kőzetből van. Ezt például Tufolionátónak nevezik a színe miatt, amely úgymond az oroszlán sörényének színére hasonlít. Minden, amit a civilizáció felépítéséhez használtunk, a Földből jön. És ha jobban megnézzük, három összetevőből áll. A bolygónk nagyrészt vasból, szilikátokból és oxigénből van. A Földön található anyagok háromnegyedét ezek teszik ki. A Föld átmérője 12.742 kilométer. Kicsit nagyobb, mint a Vénusz, kétszer akkora, mint a Mars. A Földet illető tudásunk jelentős része viszonylag frissnek mondható. Ezeket az Olasz Asztrofizikai Intézetben található földgömböket 500 éve készítették, amikor sokan még azt is vitatták, hogy a Föld a Nap körül kering. A naprendszerünk működését, vagyis általában a naprendszerek működését illető tudásunk meglehetősen friss. Galileiről és Newtonról van szó, meg persze az őket követőkről. Régen azt hittük, hogy a Föld áll a világ középpontjában. Most meg tudjuk, hogy a Nap áll a rendszerünk középpontjában. A naprendszer egy galaxis külső peremén van, a galaxis meg az univerzum egy kieső részének a szélén. Ez gyökeresen más perspektívába helyezi a létezésünket, hogy hol is vagyunk, kik is vagyunk. Az Európai Ürügynökség 15 szondával figyeli a Földet, amelyek mind ebbe a római központba küldik az adataikat. A talaj nedvességtartalmától a gravitációig megfigyelnek mindent, még a Föld mágneses pólusainak finom elmozdulását is kiszúrták. Belépünk abba a szobába, amelyből a földi megfigyelő hálózatunkat menedzseljük.
Itt láthatóak a megfigyelő állomások, a svédországi Kirunában, a dél-olaszországi Matérában, illetve a norvégiai Svalbardban. Jelenleg a mágneses pólus évente 40 kilométert vándorol. Elképzelhető, hogy ez már a pólusok megcserélődésének kezdete, aminek már rég itt van az ideje, az utolsó ilyen 700 ezer éve történt, tehát a következő pár ezer évben újra sor kerülhet rá. Az űrből még a bolygó legtávolabbi sarkait is nagy pontossággal meg lehet figyelni. Ez a 2010-ben felbocsátott műhold, a Kriosat például megmutatta, hogyan hat a bolygó felmelegedése a sarki régiókra. Tavaly volt minden idők legmelegebb nyara az északi sarkvidéken. Évente 125 köbkilométernyi jég olvad el a déli sarkon, és háromszor ennyi Grönlandon. A Föld egy dinamikusan változó rendszer, és a tapasztalt jelenségek egy része természetes ciklusokkal van összefüggésben. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a múlt század óta az ember jelentős hatással van a bolygóra. Az üvegházi gázkibocsátás átalakítja a klímát. Megváltoztattuk a bolygót, ez tény. Kérdés, időben meg tudjuk-e érteni, mi történik, és el tudjuk-e kerülni, hogy akkora kárt okozzunk, ami elpusztítja. A Föld, mint bolygó, még biztosan megmarad több milliárd évig. Hogy milyen formában, az az emberiségen is múlik. A 2017-ben az első Sputnik felbocsátásának 60. évfordulóját ünnepeljük azzal, hogy az űrrepülés legendáira emlékezünk. Ebben a hónapban a NASA Space Shuttle programjáról lesz szó, amelynek első repülését 1981. áprilisában hajtották végre. Claude Nicollier az ESA űrhajósaként négyszer repült űrsiklóval, erről kérdeztük most. Ránéztél, és az első gondolatod az volt, vajon fog ez működni? 8,5 perc alatt ért a Föld körüli pályára. Elég komoly menet volt, főleg az első fázis, rengeteg rázkódás, aztán a gyorsító rakéták leválása óriási lángokkal. Másodpercenként 30 méter per szekundummal nőtt a sebesség, mindezt másfél percen keresztül, hogy elérjük a 28 ezer kilométer per órát. Akkor a hajtómű leállt, és hirtelen 3G-ről másfél másodperc alatt 0G-re csökkent a nehézségi gyorsulás, ami elég mély benyomást kelt, különösen elsőre. Az űrrepülőgéppel egy csomó dolgot meg lehetett csinálni. Oda lehetett repülni egy műholdhoz, robotkarral megfogni, berakni a csomagtartóba és visszahozni a Földre. Ahhoz, hogy ezen az elliptikus pályán vissza tudjunk lépni a légkörbe, 40 fokkal orral felfelé kellett manőverezni. Miután átléptük az egy machot, a parancsnok kézi irányításra váltott. Ez egy pilóta álma volt, egy igazi álom. Ennyi volt mára. Viszontlátásra a jövő hónapban. További űrkutatási hírekért keressék fel a Space blogját az euronews.com-on.